Hát ahogy mi tudunk, Artúr nagybátyánk, aki itt nagy dorogon volt, plébános, az ő elbeszéléséből talán így mondhatnám, hogy az ő gyerekkorába kezdődött, mert ő Tevel közelében élt a családjával, és az ő nagybátyja Hajdanán a K.U.N.K. hadseregben volt ezredes. És mint K.U.N.K. ezredes gyűjtött tárgyakat, akkoriban még az első világháború előttről, többek között kalapokat is, és Artúr akkoriban gyerek, szívesen látogatta meg ezt a kis gyűjteményt, és az emlékében megmaradt az, hogy ez milyen szép. Valami, hogyha valaki hazahozza emlékként, az arcokat természetesen nem, de az arcokat fedő, fejfedőt igen. Hirtelen meghalt, mi örököltük mindezt a szép gyűjteményt, amit azután úgy gondoltunk, hogy legyen ez közkincs, és közkincs akkor lesz, hogyha ez valahol egy muzeális módon kiállításra kerül. És nagyon nagy szerencsénk és jó helyzet volt, hogy pincési polgármester, aki a kultúra iránt érzékeny valaki volt, felkarolta ezt, és helyet adott a múzeumnak az első helyén, ami nem az, mint ahol most vagyunk, de mindenesetre egy szép helyet, ahol azután ugyanezen installációt megvalósítottuk. Mi a család, tehát öcsém és feleségeink segítségével, és természetesen a községnek a támogatásával. A gyűjtemény most már ezen a szinten, hogy van egyszerűen egy családi gyűjtemény, tovább lépett. Pillanatilag a kiállított tárgyak darabszáma a kezdeti 50-ről most már 250-re növekedett, nem csak kalapokkal, hanem egy-egy teljes öltözett bemutatásával is. És hát ennek az első ilyen hivatalos súlyát az adta meg, hogy 6-7 évvel ezelőtt a Tolna megyei értéktárba bevették, és ott regisztrált anyag. A grúz fejfedők, azok ugye miután a gyűjtő, Stockinger Artúr ott helyben esetlegesen nem is új állapotba vette meg, lehet, hogy azok között van elég régi darab is. Az egyikben sajnos a muhaj bele is fészkelte magát, és az a szép bolyhossága, az a nagy, hatalmas turbán egy kicsit összeesett a molyrágások következtében. A nagy bátyánk, Stockinger Artúr ezeket a fejfedőket mindig ellátta valamiféle molyvédelemmel. Az egyik volt a bors. Tehát vásárolt bors zacskókat, és azokat tette a fejfedők alá, de az, ami még érdekesebb, hogy itt nagyon komoly dohánytermesztés volt, ami sajnos már nincsen, és ezek a nagy dohány levelek, ezek voltak abban a szekrénybe, ahol a fejfedőket ő tárolta, állítólag a dohánynak az illatát a molyok nem szeretik. Mindig fölmerül az, hogy melyik a kedvenc darab, hát az egyik az, ami a településnek is az egyik kedvenc, az egy skót öltözet. Ezt a skót öltözetet még Stockinger Artúr hozta magával Skóciából, és miután ő nagyon szerette tanítani az embereket, tulajdonképpen egy néptanító volt amellett, hogy plébános, ezt a skót szoknyás öltözetet ő fölvette, és ebbe ment ki az ebédjét hazahozni. És hát természetesen akkor a település lakói azok csodálkoztak, hogy hát plébános úr hát szoknyában van, és akkor volt módja arra, hogy elmesélje azt, hogy tulajdonképpen van olyan ország, ahol ez egy teljesen természetes viselet, és mik ott a szokások, és általában minden egyes új darabját ő így a faluban, vagy hát önkész település, a településen meg sétáltatta, és elmesélte azt, hogy most innen és innen jött, és ottan így élnek az emberek, tehát ő ezt nagyon tudatosan csinálta, és ezért is gondoltuk annak idején, amikor megörökültük ezt az anyagot, hogy ennek itt a helye, mert hát tulajdonképpen beleívódott az itt lakóknak a emlékezetébe. Hasonlóan a kínai gyereksapka egy érdekesség, amin apró kis csengők vannak, és maga a sapka egy gonosz arcot imitál, hogy a gonosz szellemeket elűzze, és akkor gyerek védve van. Egy érdekes része a
kiállításnak az a gyűjtemény, ami ezen a posztamensen látható. Itt háromféle fejfedőből van egy meglehetősen nagyszámú gyűjtemény. Az egyik a fezek, amely a fezek Afrika, Észak-Afrikának a jellegzetes fejfedő, ide a török vidéken is ez nagyon használatos. Nagyon sokféle, nagyon tarka van közötte még olyan is, ami egyébként a Balkánról származik, és a hajdani török hódoltságnak az emléke, hogy még ma is ilyen fest hordanak a Balkánon. Ez egy érdekes és nagyon szép tarka gyűjtemény.